A Miskolci önkormányzati rendészet összes térfigyelő kamerájának monitorját lecserélték az operatív műveleti központban. Az új és korszerűbb eszközöknek köszönhetően élesebb lett a kép, és a rendészek jobban rá tudnak közelíteni egy-egy gyanús személyre vagy szituációra. Az elmúlt egy évben a kamerák több mint 4000 esetben segítették a nyomozásokat különböző büntetőeljárásokban. Monitorok előtt ülve egész nap pásztázzák a várost a miskolci rendészek. Az operatív műveleti központ körülbelül 3 éve működik Miskolcon. Az itt elhelyezett monitorok biztosítják mindazokat a felvételeket, amelyek egy-egy eljáráshoz elengedhetetlenül fontosak. Verekedés, éppen menekülő támadó vagy egy rongálás közben elkapott garázda. Legyen szó bármilyen bűncselekményről, a Miskolcon elhelyezett térfigyelő kamerák mindig nagy segítséget nyújtottak az elkövetők elfogásában. Ezeket a felvételeket, az itt elkészített felvételeket, illetve rögzített felvételeket a rendészet akár a saját eljárásai, illetve a saját maga által kezdeményezett eljárások során az éppen zajló események intézkedéseinek levezényléséhez, irányításához, de akár az eljárásokban bizonyítási eszközként is felhasználjuk. Egy számadat erről több mint 4000 kamerafelvétel került az elmúlt évben felhasználásra valamilyen szintű eljárásban, legyen az szabálysértési, közigazgatási eljárás, vagy egy intézkedés bizonyításához. Ezek a monitorok az elmúlt 3 évben folyamatosan működtek. Az utóbbi időszakban viszont voltak velük problémák, illetve a kép sem volt megfelelően éles, ezért új monitorok kerültek beszerelésre. Látjuk a területet, hogy kristálytiszta képet mutat, a felbontása az ugye sokkal jobb, mint a korábbi. Mind a 24 monitor felbontása sokkal élesebbé vált. Ezt tudni kell, hogy korábban az előző városvezetés háztartási tévéket szerelt fel az operatív műveleti központ termébe, és hát nyilván ezek munkavégzésre, állandó 0-24-es üzemidőre nem voltak alkalmasak, és emiatt kellett nekünk lépni ebben az ügyben, hiszen ezek már meghibásodtak. Szilágyi Szabolcs hozzátette, Miskolcváros önkormányzata elkötelezett abban, hogy a közbiztonságot fenntartsák, illetve javítsák. A beruházás több mint 15 millió forintba került.